Bizu? Megvan, kiszolgatott, tudod? Persze. Már. Hát, rátok vártam, nem? Ja. Nem, rendes vagy. Na, mit iszol főnök? Hát, mi azon kedvetek, bármit ihatunk. Szerintem ígyunk egy pálinkát. Na, jó kis pál, ez az mindig jó. Jó, mindig így kell indítani, meg a sörrel. Mi már itt vagyunk. Jó, mi is ittunk pálinkát. Fújjunk megint azt, nem? Hát jó. Hát nem, azért valami új is legyen. Jó, de fél te fizetsz, jó, Bence? Nem. De hát látom, hogy nagyon szeretné a fizetni. Így van, megígértem, hogy meghívlak, de csak egy te fizetsz. De nem mit? Hát is összedobhatjátok, hogy olcsóbb. Figyeljetek, mondok nektek valamit. Igen. Piára, nincs pénzem, de van nálam valami más. Nem mit van nálam? Most szórakozol? Megint szereztük? Hát... Jaj, húha, honnan van, mondjad? Remélem, hát, Amsterdam volt. Nem. Hát csak Angliáig jutott el. Szerencsétlen. Ez itt. És mennyi, hány gram? Ebbe? Ez itt. Greenpeace, az egész. Micsoda? Hát akkor ez kellene jelkezni. Full tiszta, tehát ez így. Hát meg. Nagyon durva tudsz. Legutóbb ez úgy kikészítette. Azt a rohadt. 4 nap múlva pirkadatkor kelet felől értem haza. Gandalfosan? Gandalfosan. Rendesen azt hittem, az vagyok. Nem tudom, hányan tudjuk ezt becsapatni, de úgy szerintem egy 4-5-en maximum az. Oké, menjünk ki. Menjünk ki. De azért egy kicsit is nyíva kéne, nem? Nagy meglássa. Persze, azért csak úgy érsen. Sarokba kimenjünk, hogy nincs-e vár. Megyünk? Hát jó, most még mikor gondoltam? Hát jó! Bent maradunk. Biztos? Ha hogy ember meg befejehet. Maradunk, jó így. Jó, megyek? Hát elég tuti volt. Hallod, te ezt engeded neki? Most mit csinálok? Nem tudom, semmi baj most. Ahogy beszéltél volna azért vele, hogy... Kicsit szabad, de hát most nem tudok olyan mit csinálni. Most én fegyelmezzem, vagy mit csinálom? Hát kiveszél volna vele? Hát legalább ilyen. Nem gondoltam, hogy itt fogadsz. Ez te bújjál, nehogy téged át. Anyád meg az, mit fogsz adni. Hello. Beroszulunk tőle. Hát mondjuk azért kicsit ittunk előtte, de... Ja, hát ez basszus. Azért ez így nem lesz el egyszerű. Ja, azért tényleg jó az egyszerű. Nem lesz ez. Már látom rajta egy kicsit. Károly, otthon is toltál? Hát igen, úgyhogy ez a helyzet, hogy... Ugyanebből? Hát kicsit már fáj a fejem, úgyhogy ezzel szívok még egyet, az jót fog tenni, hidd el nekem. A gyógyszer mindenre. A rákot gyógyítja a fejfájást is. Ó, te, az oda leesett, te. Az, most mit csináljunk vele? Nem. Kész vagy valóban. Szerintem az úgy jó lesz. Most jut eszembe. Láttam a neten. Balaton lehet. Egy király múlik. Egy tök kocsim. Mi? Nem láttad kint a... Az is messze van nekem, mert minden olyan messze van. Fél óra a hátam. Fél óra a kocsi is nekem. Hallod, öt személyes. Mi öt személyes? Királybúli lesz, menjünk már. Mi? Én vagyok öt személyes. Nem ér. Jó, te bennem. Az is jön már, én meg. Azt mondom, az asszony mond. De én az a helyzet, hogy
Szerintem itt fogok aludni ezen a padon, és meg holnap reggel talán átjövök. Azt találtuk ki. Most nagyon figyelj. Lemegyünk Balatonra bulizni. Igen! Igen, most. Igen. De most nem adjunk képet, nem bármi. Most itt a nem mehetünk szülőt. De megyünk. Hát de mi van ezt? De is akartok. Igen, persze. Azért kérdez magadra. És mi van? Te vagy szétcsúszva. Eddig sem volt ez a probléma. Lemegyünk, bulizunk egy jó. De van egy kocsi. Majd elmegyünk el. Most kérdezz meg őket, ők is minket izenek. Állja, maradjunk itt tovább. Nem, ez itt a passzív. Jó buli lesz. Így van. Én is elmennék, ha nem lennék ennyire off. Jó, maradnak, mi megy? Jó, hát fiam, mi menj, nem érdekel. Kocsi, ki van? Nem. Várjatok. Hát én egy képet kéne csinálni Instára, nem mondom. Csináljunk, na, Instára. Megyünk a Balatonnal. Nem működik ez a szó. Jó, hagyjad már. Majd lassan vezetek. Jaj, jaj, jaj. Na, indíts zenét, légy. Egy tűzben. Én nem tudom, hogy működik.
hogy eszméletlen koponya sérült meg a ugye ez csak egy álom, egy rémálom, bárcsak felébrednék, de nem, sajnos ez nem álom. Pedig minden olyan szépen indult. Anyu, amikor elindultunk a buliba, a lelkemre kötötted, hogy ne igyak. Vigyázzak magamra, és vigyázzunk egymásra is. Én pedig megígértem neked. Megszegtem a szavam, ittam. Meggondolatlan és felelőtlen voltam, hiába mondtad ezerszer is, hogy ne tegyem. Alkoholt ittam vezetés előtt. De én csak bulizni akartam, akár a többiek. Jól éreztük magunkat, és nem volt kedvünk hazamenni. Élvezni akartuk az életet. Amikor az autóhoz értem, arra gondoltam, hogy nem lehet baj. Velem nem történhet meg. Gyorsan mentem, anyu. Nagyon gyorsan. A zene, az ital és az a pár slukka cigiből felpörgetett bennünket. Önfeledten énekeltünk és nevettünk. Az a másik autó a semmiből tűnt elő. Egyszer csak ott volt előttem. Frontálisan ütköztünk. A csattanás után már csak a nyöszörgésre, nyalgatásra emlékszem. És arra a férfira, aki kétségbe esetten próbálta kiszabadítani a gyermekét. Körülöttem mindenütt vér és üvegszilánk. Anyu, én ezt nem akartam. Hogy történhetett meg? Nyeges félelem markolja a lelkem. Alig kapok levegőt is. Mi lesz velem? Tudom, hogy hibáztam, mert ittam. Mert elszívtam a többiekkel azt a cigit. Hibáztam, mert ilyen állapotban autót vezettem. Pedig ezt is megígértem neked, hogy soha nem teszem. Barátaim is bíztak bennem, mikor beültek mellém a kocsiba. Bárt ne tették volna. Rosszul döntöttek. A szerelmem halott, pedig ő mondta, hogy ne üljünk autóba. Meghalt. Én öltem meg. Anyu, én nagyon félek. A balesetet én okoztam. Én vagyok a felelős. Sok ember életét, álmait törtem most össze. Én életben maradtam. De hogy fogok ezzel együtt élni?